A másik fontos lépés, hogy minden csapathoz, minden csapattal tudattuk, hogy a teljes kódbázis az ő felelősségük, minden hozzátartozó túllal, tehát bármi, ami az adott termékkel kapcsolatban van, akkor ahhoz nekik is kapcsolatuk van, és nekik is kell ezzel kapcsolatban dolgozniuk, hogyha nem volt meg ehhez a dologhoz a tudásuk, akkor igenis kutya kötelességük ezt megtanulni. Ami egy hatalmas lépés volt előre, hogy hatalmat is adtunk a csapatnak ahhoz, hogy ezeket a dolgokat elvégezhessék. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ők mindenben dönthetnek. A vezetők dolga továbbra is, hogy meghatározzák a célt, hogy mit szeretnénk elérni. A csapat viszont megkapta magának azt a jogot, hogy döntsön a hogyan kérdésében. Eldöntse, hogy milyen folyamatokat szeretne, milyen adminisztrációt szeretne, milyen megbeszéléseket szeretne, ez mind-mind a csapatnak a dolga, és felelőssége is egyben. És most elnézést kérek a cég többi részétől, az elmúlt időben leginkább a Zorb csapattal foglalkoztam, onnan mondanék egy nagyon jó példát az MVP pajzs lebontására. Az MVP pajzsot gyakorlatilag lecseréltük a Viker nevezetű kis szlogenre, ami egy kicsit ilyen nyálas, marketinges szövegnek tűnik, ám emögött nagyon komoly gondolatok vannak. Egyrészt a csapat számára jelenti azt, hogy igenis bármi, ami a Zorppal kapcsolatos, az az ő dolguk. Tehát jelen pillanatban, hogyha bárki oda megy a Zorp csapat bármely tagjához, akkor gyakorlatilag olyan, mint hogyha a Zorpnak a termékmenedzseréhez menne oda. Mindenki a sajátjának érzi a terméket, és gyakorlatilag ha bármilyen problémát, ha nem is ő tud megoldani, de biztos lehet benne az illető, hogy a csapat elé kerül, és a lehető leggyorsabban megpróbálunk rá válaszolni, vagy megoldani a problémáját. A csapaton kívül pedig ez annyit jelentett, hogy elkezdtük aktivizálni a cég többi részét, és arra kértük őket, hogyha bármilyen ötletük, bármilyen kérdésük, kérésük, panaszuk van a Zorppal kapcsolatban, akkor igenis jöjjenek, és a Zorp csapat a lehető legjobb hely ezeknek a dolgoknak az elintézésére. És természetesen ez hozzátartozott az is, hogy igenis erőforrást és időt kellett arra allokálnunk, hogy válaszolni is tudjunk ezekre a problémákra vagy kérdésekre. Ugye az elején említettem, hogy a cégvezetés egyik fő problémája a lassú és nehézkes fejlesztés volt, illetve hogy maga a kód fejlesztése és karbantartása az igen költséges és lassú volt. Ennek egyébként számos oka volt. Az egyik szerintem az, hogy az általános termékismeret az hiányzott, vagy csak néhány ember fejében volt meg. Tehát az egyes fejlesztők az egy-egy terméknek bizonyos részét ismerték, de az egész képet már nem látták át. Voltak olyan modulok, eszközök, kódrészletek a termékekben, amelyek gyakorlatilag így elnyerték a szentehén státuszt, ami azt jelenti, hogy néhány felkent szenthazékon kívül más nem mert, vagy nem akart hozzájuk nyúlni. Ez leginkább ugye annak volt köszönhető, hogy nem tudták, hogy hogyan működik, vagy miért úgy működik, és elég kritikusak voltak egyébként a termék szempontjából. Nem nagyon volt idő arra áldozva, hogy a kódot átdolgozzuk, refaktorizáljuk, ami egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy egészségesen tartsuk a kódot, így előbb-utóbb a legjobban induló kódbázis is inkább hasonlított valami jobbfajta milánói makaronira, mint struktúrált kódra. És természetesen a specialistáink azért elég komoly szűk keresztmetszetet jelentettek mindenféle munkában.
Hát egy régi közmondást idézve, ugye a sör nem alkohol, a medve nem játék, a minőség meg nem kérdés. Picit megváltoztattam nyilván, ugye hölgyek is vannak itt. És gyakorlatilag felismertük azt, hogy ez egy rossz minőségű kódot nagyon nehéz fejleszteni, karbantartani, hát akkor javítsunk rajta. És ennek megfelelően kimondtuk, hogy nincsen hákolás, nincsen gányolás, nincsenek ilyen kis ideglenes megoldások. Mostanában kezdtük el bevezetni ezt a stop and fix jellegű dolgot. Tehát igenis, hogyha valaki talál valahol a kódban egy hibát, akkor álljon meg és javítsa ki, ne menjen el mellette. Természetesen, hogyha ez egyébként azzal járna, hogy az egész kódot újraírni, vagy mondjuk egy adott sprintnek a célját veszélyezteti, akkor erről azért előbb értesítse a csapatot és kérjen valamiféle beleegyezést, hogy ez valóban megéri így a dolgokat felborítani. Ugye azzal, hogy a teljes kódbázis a csapat felelőssége lett, gyakorlatilag ez a lépés, ez nyugdíjazta ezeket a szent teheneket. Gondolkodtam rajta, hogy valamilyen vágóhidas képet rakok be, de azért ez túl durva lett volna. A specialistáink természetesen megmaradtak, hála a jó Istennek, itt maradtak a szaktudásukkal együtt. Ami megváltozott, az, hogy komoly időt szánunk arra, hogy ők megosszák a tudásukat a csoport többi tagjával, és ezzel elérjük azt, például az Orb csapatban, hogy gyakorlatilag mindenki a termék minden részéhez hozzá tud szólni, és legalább van valamiféle elképzelése arról, hogy mi is folyik a terméknek bizonyos részeim. A mindennapi élet részévé tettük a kódrefaktorizációt. Ez természetesen nem úgy néz ki, hogy az egyik fejlesztő valamelyik nap reggel fölkel és azt mondja, hogy most ezt a, nem tudom, a kódnak a felét ezt most újraírom, mert akkor még szebb lesz. Tehát itt azért komoly beszélgetések mennek, hogy mit is nyerünk azzal a munkával, amit el fog végezni, de ez mindenképpen egy támogatott cselekmény. Jó, nagyjából már a vége felé járunk. Ugye azt nem kell nagyon ecsetelnem, hogy egy tökéletes terméket vagy tökéletes folyamatot megalkotni, azt elég nehéz, különösen egyből a hegyre. Úgyhogy ehelyett, hogy hatalmas energiákat és időt öltünk volna abba, hogy valami tökéleteset alkossunk, inkább annak a kultúráját és folyamatát vezettük be a cégnél, hogy mindent folyamatosan javítsunk, és időről időre álljunk meg, és nézzük meg, hogy mit tettünk eddig, hogy tudnánk jobban csinálni. Hogy mire terjed mindez ki? Gyakorlatilag mindenre. Tehát a termékre, a folyamatainkra, a kommunikációnkra, az emberekre, a tudásunkra, mindenre. Ott beletartozik az is, vagy én legalábbis szeretném, hogyha beletartozna az is, hogy a cég minden részén megkonosodna ez a gondolkodásmód, és mindenki elgondolkodna, hogy mondjuk egy tollbeszerzés ez most jól működik, vagy nem jól működik, hogyan tudnám jobban csinálni. És gyakorlatilag én ezt a változást tartom a legeslegfontosabbnak, hiszen ez biztosítja, hogy lehet, hogy most még nem tartunk ott, hogy minden tökéletesen működik, de ez biztosítja azt, hogy idővel el fogunk oda jutni, vagy eljuthatunk oda. Ez jelenti számomra gyakorlatilag a Balavitnél az egyik legnagyobb értéket. És hogy egy kicsit visszakanyarodjak a bevezetőmhöz, gyakorlatilag ez biztosítja számomra azt, hogy igenis, mindig és minden körülmények között én beleszólhatok és tudom úgy alakítani a körülöttem lévő dolgokat, a munkahelyemet, hogy én ott mindig jól érezzem magam, és ne legyen az a bizonyos hétfő reggeli gyomorideg, hogy már megint dolgoznom kell menni. Végezetül köszönöm szépen, picit rövidebb lett, így előrébb jöhet a sör. Én már nagyon vágyom rá.
hogyha bárkinek bármiféle kérdése van, akkor vagy e-mail címen, vagy a zöld pardomba tegye fel, ott leszek, nagyon szívesen segítek és válaszolok minden kérdésre. Ne felejtsétek el felvenni a sörkuponokat kifelé menet az infókultnál. Köszönöm szépen!